Ezek a katasztrófavédelmi igazgatóság felvételei egy rosszul elnyomott cigaretta csik, vagy akár egy parázsló tűzrakás is veszélyes lehet. A leggyakoribb az, hogy a szél felkapja a parazsat és több tíz méterre újabb lángokat okoz, így akár több hektáron is éghet a tűz. Idén az első negyed évben 108 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a megyebeli tűzoltók. Ez az előző évekhez képest kedvező adat, hiszen például 2012 azon időszakában mintegy 850 ilyen tűzesetet regisztráltak. Lakott területen kívül csak engedéllyel lehet égetni. A lakott területen kívül történő szabad tűzgyújtásnak alapvető feltétele az, hogy bejelentésekkel élnünk a tűzvédelmi hatóság irányába. Ezt most úgy hívják, hogy katasztrófavédelmi kirendeltség, és 10 nappal a tervezett tűzgyújtás megelőzően kell tulajdonképpen engedélyt kérnünk a hatóságtól, és legfeljebb 10 hektárra vonatkozhat ez a kérelem, és ugyanakkor el kell, hogy mondjuk, hogy ez díjköteles is, tehát ki kell 3000 forintot kell ugye leróni a kérelmezőnek. Lakott területen belül önkormányzati rendeletek szabályozzák a tűzgyújtást, Nagykálóban például meghatározott időszakban és meghatározott időpontokban lehet égetni, és azt is szabályozták, hogy mit lehet eltüzelni. Február 1-től április 30-ig, illetve október 1-től november 30-ig lehet kerti avart vagy kerti növény maradványt égetni. Ez nagyon fontos, tehát kiemeljük azt, hogy nem szabad egyéb szemetet vagy veszélyes hulladékot égetni. Fontos azt kiemelni, hogy hétköznapokon egész nap, szombaton reggel 6-tól délig, és vasárnap, illetve ünnepnapokon tiltotta az ilyen irányú tűzgyújtás is. A tűzvédelmi szakemberek, katasztrófavédők azt mondják, a tűzgyújtás aranyszabálya, hogy csak akkora lángot élesszünk, amekkorát el is tudunk oltani.